Nagy erőkkel vonultak a tűzoltók az Újcsóri útra kedden délután, ahol a riasztás szerint egy pékséggel egybeépített családi házban tűz ütött ki. Hatalmas sötét füst hömpölygött ki a házból, melyet kilométerekről is látni lehetett. Többen az utcáról figyelték az eseményeket. A lángokat hamar megfékezték a tűzoltók. A tűzoltók nagy erőkkel vonultak a helyszínre. A kiérkezésükkor a családi háznak a tetőszerkezete, valamint több tetőtéri helyisége égett. A gyors beavatkozással a lángokat sikerült elfojtani a tetőtéri helyiségekbe. A zsindelyfedésű fa tetőszerkezet azonban tovább égett, melyet órákkal később a székesfehérvári hivatásos tűzoltók 8 vízsugárral tudtak megfékezni. A munkálatokat a Katasztrófa Védelmi Műveleti Szolgálat irányította. Székesfehérvárról 3 gépjármű fecskendő vesz részt az oltási munkálatokban, emellett még a pályaszer is a helyszínre érkezett tartalék légzőpalackokkal. A beavatkozás során a lángok megfékezése mellett a tűzoltók feladata, hogy megakadályozzák a tűz tovább terjedését a családi házzal egybeépített pékségre. Információink szerint a tüzet elektromos zárlat okozta, és személyisérülés nem történt. A lángok nem okoztak kárt az épülettel közvetlenül szomszédos pékségben.